Vonattal érkeztek seregélyesre ezek a fiatalok, a közös bennük, hogy mind egyes típusú cukorbetegségben szenvednek. A velencei tóhoz közeli táboroztatásukról évek óta 2008-ban alakult Nyírdiabet Egyesület gondoskodik, amely szinte minden a megyében élő 18 év alatti érintettel kapcsolatban áll. A kamaszok serdülők számára szervezett egyhetes ottalvós tábor célja a fiatalok oktatása és szórakoztatása mellett a közösségszervezés, és az, hogy a korukkal járó kirekesztettségérzésük csökkenjen, mondta el a tábor főszervezője 35 perc című műsorunkban. Egyre több a cukorbeteg Magyarországon, de azért mégis nagyon sok cukorbeteg gyerek van, aki egyedül érzi magát ezzel, hiszen osztálytársa nincsen, aki szintén ilyen az iskolában sincsen társa, aki hasonló cipőben járna, mint ő, és itt látja azt, hogy nincs egyedül ezzel a problémával, nem csak neki kell folyamatosan szénhidrátot számolnia, nem csak neki kell állandóan kontroll alatt lennie, vércukrot mérnie, vagy pedig mindenféle olyan kütyüket hordani magával, amit már hál' Istennek az orvostudomány lehetőséget ad nekik, hogy minél közelebb legyen a technika, és ez egy nagyon-nagyon fontos érzés számukra, hogy nincsenek egyedül, és barátságok alakulnak ki, amelyek megmaradnak a hétköznapokon is. A mintegy 30 fiatal mellett önkéntesek is jelen voltak a nemrég véget ért táborban, akik a remények szerint segítik majd a betegség elfogadottságát minél szélesebb körben. Sokan nem tudják, hogy az egyes típusú cukorbetegség nem megelőzhető, mondhatni derültékből villámcsapásként alakul ki, nem a szülők felelőssége. Egyre több óvodáskorú 4-6 éves érintett, tüneteik pedig, hogy noha sokat esznek, isznak, mégis fogynak, miközben gyakran járnak pisilni, éjszaka pedig bepisilhetnek. Ezek a tünetek ráadásul ilyenkorban nem mindig feltűnőek, ezért fontos a korai diagnózis. Ha nincs időben felismerve, akkor ők az intenzív osztályon kezdenek. Minél súlyosabb állapotban vannak, annál nehezebb velük megtalálni a hangot, elfogadtatni a kezelést és azokat a szabályokat, amik ezzel a cukorbetegséggel járnak, de ez még a mai napig is egy életveszélyes állapotot eredményező betegség. Most a járvány ideje alatt, a Covid járvány ideje alatt úgy voltak az orvosi cikkek, hogy úgymond járulékos veszteség, hogy sajnos a nem könnyen elérhető egészségügyi ellátás folyamán nagyon súlyos állapotban kerültek be a gyerekek. Ez hál' Istennek nálunk Magyarországon nem volt annyira igaz, legalábbis még az idei statisztika még nincsen meg, de bizony alattomosak ezek a tünetek, úgyhogy nagyon oda kell figyelni. A szervezőktől kapott felvételeken is jól látszik, milyen jó hangulat uralkodott a táborban, amelyben nagy szerepet kapott a mozgás és a sport. A szervezőknek a diabéteszes fiatalok táplálkozására is oda kellett figyelniük, akik egyére szabott étrend alapján kaptak ellátást.